Sziasztok, itt vagyunk a 10. kerületi rendőrkapitányság előtt, ahol is várom kollégámat, aki tegnapi nap folyamán egy rablást akadályozott meg a 10. kerületi Vajda Péter utcában. Tamás, akkor kérlek egy pár mondatban mondd el, hogy mi is történt a tegnapi nap folyamán. A kórházból mentem haza a családommal autóval, a Népligeten keresztül, és az autó előtt átszaladt egy fiatalember az egyik oldalról a másikra, ahol megragadott egy öreg embert, és elkezdte cibálni. Ekkor megálltam az autóval, kiszálltam a kocsiból, a párom a gyermekkel benn maradt a kocsiba, én pedig oda siettem az idősebb úrhoz. Közben két kerékpáros is odaért a helyszínre, és akkor befejezte a tetlegességet, és akkor már csak verbálisan szitkozódott, illetve mindenféle becsületsértő kijelentést tett. Ha jól tudom, volt nála szúróvágó eszköz. Mi volt ez? A zsebéből kiállt egy csavarhúzó, aztán ő ezt elő is vette, meg is mutatta, hogy ezzel bárkit nyakon szúr, hogyha őt fenyegetni meri. Mondtam neki, hogy börtönőr vagyok, illetve hogy kihívtam a rendőrjárőrt. Erre tovább folytatódott a szitkozódás, majd egy idő után eltávozott a helyszínről. A rendőrjárőrök kiérkezésekor pedig a párom lefényképezte a távozóban lévő fiatal férfit, úgyhogy megmutattuk a járőröknek a képet, akik elég gyorsan el is kapták ezután. Ha tetszett a videó, lájkoljátok, osszátok meg, iratkozzatok fel a Prison Hungary YouTube csatornánkra, valamint kövessetek bennünket Instagram oldalunkon.